Az Atyai és a Fiú és a Szent Lélek nevében, az Úr legyen veletek! Évközidő 31. vasárnapján vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, megbocsátván bűneinket, vezessen el az örök életre. Könyörögjünk, mindenható irgalmas Isten, a te kegyelmed műve, hogy híveid méltóképpen és tetszésed szerint szolgálnak neked. Add kérünk, hogy minden akadályt legyőzve elnyerjük a megígért boldogságot, mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Az ígéret földjének határán Mózes ezt a beszédet intézte a néphez. Féld az Urat, Istenedet egész életedben, tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket meghagyok neked fiaidnak és unokáidnak is, hogy sokáig élj.
halt hát Izrael is, legyen gondod rá, hogy teljesítsd azokat, így jól megy majd sorod és megsokasodsz a tejjel mézzel folyó országban, amelyet az Úr atyáid Istene ígért neked. Halld Izrael, az Úr a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből, ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg a szívedben. Ez az Isten igéje. Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből, testvéreim, a zsidóknál nagy számban voltak papok, mivel a halál következtében nem maradhattak meg. Krisztus viszont örökre megmarad, és így papsága örökké tart. Ezért tudja mindörökre üdvözíteni azokat, akik általa járulnak Isten elé, hiszen örökké él, hogy közben járjon értünk. Ilyen főpap kellett nekünk, szent, ártatlan, fedhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb az egeknél. Ő nem szorul rá, mint a többi főpap, hogy naponként először a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, csak azután a nép bűneiért. Egyszer és mindenkorra megtette ezt, amikor feláldozta önmagát. A törvény tehát gyarló embereket rendelt főpappá, míg az esküszava, amely a törvényt követte, magát az örökre tökéletes fiút. Ez az Isten igéje. Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül? Jézus így válaszolt, ez az első. Halld Izrael, az Úr a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ez, szeress fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta, valóban, jól mondtad, mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más, és azt is, hogy ő teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte, nem jársz messze Isten országától, ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi.
Az evangélium tanítása. Krisztusban, kedves testvérek, a zsidó vallásosságban hosszú út vezetett odáig, hogy az Isten szeretett parancsát összekössék az ember szeretett parancsával, mégis Jézus a kettőt összekötötte, hiszen a kereszténység azért nagyon hamar elvált és kivált a zsidóságtól is, elkülönült. És hát feltetnénk azt a kérdést, hogy miről is szólt a kérdés, hogy mi a legfőbb parancs? Jézus idézi a második törvénykönyvet. Szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes erődből, minden elmédből. Ennek van egy másik változata is, ahol négy aspektus sorol fel. És utána mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És feltetjük a kérdést, hogy lehet-e parancsszóra szeretni? Azt mutatják, hogy nem. Maga a szeretet felfogásunk évezredeken keresztül mennyit változhatott? Mindig klasszikusan a nyugati gondolkodók visszamennek a filozófia születéséig, a nyugati filozófia születéséig, a görögökhöz. És azt mondja Arisztotelész, hogy a szeretet igazából érzelem. És az értékek hierarchiájában a görög filozófus hogy gondolkodik? Amiről már sokszor papoltam. Ugye a legfontosabb érték az, hogy az ember erényesen viselkedik. A négy görög erény, négy sarkalatos erény. És utána azt mondja, hogy csak az erényes viselkedés után következnek az ember érzelmei, hiszen az érzelmeink, mondják a görögök, instabilak. Jönnek, mennek, változnak. Szerelmes vagyok, nem vagyok, szeretek, gyűlölök, haragszom. Mindig változnak. És ezért azt mondják, hogy először te legyél jó ember, erényes, amikor másoknak teszel, másokért teszel, közösségedért, családodért, társadalomért, a poliszért, stb., és utána vannak csak az érzelmek. És mi lehet a szeretet egy görög gondolkodó, egy görög erényes gondolkodó szerint? Mondhatnánk azt, hogy az a szeretet, amikor én kívánom a másiknak a legjavát, hogy a másiknak jó legyen, és én ezért teszek. És amikor megkeresztelte a kereszténység a görög filozófiát, vagy akár a zsidóság átvette a görög filozófiának a bizonyos eremeit, azt mondták, hogy a szeretet nem csak azt jelenti, hogy én a másiknak a legjobbat kívánom, hanem azt jelenti, hogy én a másikat akarom, az akaratommal akarom szeretni, akaratommal akarom, hogy bősége legyen. Az akaratommal próbálom az érzelmeimet irányítani. És nem tudom, hogy mit gondol a mai pszichológia, szerintem vegyes az állítás. Hogy mit tud a kognitív világunk kezdeni az affektív világunkkal? Mit tud az értelmünk, az akaratunk kezdeni az érzelmeinkkel? Mert mondták, azt mutogatták az előbb nagyon helyesen, visszajelezve, hogy nem lehet parancsszóra szeretni. Mégis a zsidó kereszténység, a zsidó és a keresztény világ azt kéri az Isten szeretet kapcsán, hogy nekünk az értelmünkkel, márpedig az érzelmeink felett kontrollt kell szabni. Amikor azt érezzük, hogy Isten nem szeret, vagy nem érzem azt, hogy van üdvösségre lehetőségem, vagy azt érzem, hogy nem gondoskodik, vagy azt érzem, hogy jön egy hatalmas egzisztenciális válság, jön egy betegség, és nem érzem ebbe az egészbe az Istent, akkor is jön a fő parancs, hogy te csak szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, minden erődből. És a zsidó és a keresztény mentalitás azt tanítja, hogy bármilyen krízis helyzetem van, bármilyen, nekem az értelmemet meg kell erőltetnem azért, hogy az Istent mégis belevigyem az én krízisembe, az én fájdalmamba, vagy a hétköznapomban. Csak az a gond, hogy a romantika korszakában mi a szeretet fogalmunkat így megváltoztattuk. És amikor bejöttek a szerelmes regények az angol vagy francia íróktól, bejött az, hogy a szeretetet nem az akarat, nem a jó kívánság szempontjából fogalmazom meg, hanem az érzelmeimből, mondják egyesek, hogy ez egy nagy törést okozott a társadalmunkban. Hiszen hogyha én érzelmi alapon szeretek, akkor nem szabad elfelejtenem, hogy az érzelmeimnek előbb-utóbb vége lesz. És a szenvedélyemnek, hogy szenvedélyesen beleszeretek valakiba, és testem, mindenem kívánja a másikat, az előbb-utóbb lehet, hogy az a kályha kihűl, vagy az a parázs kialszik. És a kapitalista társadalomban, ahol mindent meg tudok venni, mindent le tudok cserélni, ugye ez a felfogás átragadt a család szerkezetünkre,
hogyha nekem kihűlt a szerelem, vagy elmúlt a varázs, akkor én kiléphetek ebből a sztoriból. Én kiléphetek ebből a kapcsolatból, ebből a hivatásból, és hányszor láttuk azt, hányszor tapasztaljuk azt a mi belső köreinkben is, hogy mi van az, amikor az egyik fél kilép és ott hagyja a gyerekeket, a párját, és új sztorit kezd. És akkor a szeretetet mi honnan fogjuk meg? Az érzelmeinktől, a saját egoitásunktól, vagy abból az aspektusból, hogy nekem akarattal kell szeretnem. És milyen szép a szeretetnek a folyamata, hogy a szenvedélyeinket előbb-utóbb leváltja a tudatos akaratosság, hogy én nem az érzelmeimmel akarok szeretni, hanem az akaratommal és az értelmemmel akarom szeretni a másikat. És a közösen eltöltött idő, az élmények, a visszanemtérő idő, amit a másikkal eltöltöttem, a tapasztalatok, ezek teszik a másikat értékessé. A visszanemtérő idő, amit együtt eltöltöttünk. A visszanemtérítendő tapasztalatok. A kis hercegben is ugyanezt halljuk, hogy ettől vagyok felelős a másikért, hogy én a legfontosabbamat az egészségem mellett az időmet adtam a másiknak. És Erik Fromm mondja azt, hogy mindannyian megérezhetjük az elkülönésnek az érzését, amikor kicsit el tudunk magunktól idegenedni, a társunktól, a családunktól, a hovatartozásunktól, és az ember egzisztenciális szükséglete az, hogy szeresse őt valaki. Vagy megtalálja a másik félben azt az elveszett darabot, amit a görög filozófia annyira mondott. Hogy mi annyira egocentrikusok tudtunk lenni, hogy fogták az istenek és azt az embert, aki egy hatalmas gömb volt a mítosz szerint, félbevágták, hogy élete folyamán keresse a másik társát. És hogy az ember arra van kárhoztatva, hogy megtalálja az elveszett másik felét a társban. Nagyon mély a szeretet. De nem tudom a másikat szeretni, hogyha önmagamat nem szeretem. Krisztus ezért kötötte tehát össze az Isten szeretet parancsát, az ember szeretet parancsával, hogy ha Istent nem szeretem, hogy szeretem a másikat? Ha önmagamat nem szeretem, ha önmagamat nem fogadom el, hogy szeretem a másikat? A szeretet nem addig tart tehát, amíg van szenvedély bennem. A szeretet addig tart, amíg akarok, amíg képzelek, amíg minden ösztönömmel, minden erőmmel azon vagyok, hogy akiért felelősséget vállaltam, az mellettem maradjon egy életen át. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük egy szívvel, lélekkel a jóságos Istent, akit Atyánknak hívunk, hogy segítsen minket kegyelmével a szeretet gyakorlására. Add, Urunk, hogy gyermekeid mindennél jobban szeressenek téged. Add, Urunk, hogy az evangélium hirdetői cselekedeteikkel is tanúságot tegyenek Krisztusról. Add, Urunk, hogy híveid ember szeretetében felismerje a világ szent fiad jóságát.
Add, Urunk, hogy az elhagyottak és a betegek ne nélkülözzék embertársaik szolgáló szeretetét. Add, Urunk, hogy halálunk óráján mindnyájan eljuthassunk atyai házadba. Urunk Istenünk, szent fiad által tanítottad, hogy mennyei atyánk vagy. Segíts gondviselő jóságoddal, hogy mindig szerető gyermekeid lehessünk. Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, legyen kedves előtted ez a tiszta áldozat, és árassza ránk bőven szent irgalmadat Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő születésével újjalkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt, majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, s hozzád atyához az égbe szállva kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és a szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, s méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, kinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, s neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, s neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet, elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, kik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk, kérünk, Urunk Istenünk, növekedjen bennünk egyre hatékonyabban kegyelmed, és a mennyei szentség ereje jóságodból tegyen alkalmassá arra, hogy elnyerjük ígéreteidet, Krisztus, ami Urunk által. Szeretettel hirdetjük a testvéreknek, hogy László atya kérésére november hónapban is a hétköznapi misék nem reggel, hanem este 5 órakor kezdődnek, így hogy hétfőtől szombatig 5 órakor tudunk találkozni itt a templomban. Szombaton az 5 órási szent mise után misztériumjátékot mutatnak be egyházközségünkben Szent Márton életéről, misztériumjáték után pedig Fáklyás Márton napi felvonulás lesz. Mindenkit bátorítunk a részvételre, és áldott szép hetet kívánunk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, és a Fiú, és a Szent Lélek. Szent mise véget ért, menjetek békével!